Ez a Szekkyénes Major a 33-as főút mellett. Ennek az épületnek a bontását 6,6 millió forintért a Jászkeszek kikötő Kft. Fogja elvégezni. A Hortobágyi útőrház felújítását is ez a cég vállalta, csaknem 8 millió forintért. A Szatmári Telken és Nagy Ivánban több szolgálati lakás felújítását is ez a cég nyerte, összesen 20 millió forint értékben a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságától. A parkot a Földművelésügyi Minisztérium felügyeli, a munkálatokat pedig a tárca egyik helyettes államtitkára férjének cége végezheti el. Itt feltételezhetően semmiféle korábbi munkatapasztalata nincs ennek a cégnek. A cég kivonat alapján valóban nincs túl sok építési tapasztalata ennek a cégnek. Alig 4 hónapja vett fel a tevékenységei közé komplett építési és bontási feladatokat, holott eredetileg alapvetően informatikai és egyéb szolgáltatásokat végzett csupán. Az állami megbízásokra a profilbővítés után 1 hónapot sem kellett várniuk. Az Agrártárca írásban reagált. Megfogalmazásuk szerint ezek a vádak a reménytelen helyzetben lévő pártok kétségbe esett próbálkozásai. Gőgös Zoltánnal, az MSZP elnök helyettesével folytatjuk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ez tipikusan az a történet, amivel jogilag semmi gond nincs. Legfeljebb morálisan úgy van? Hát jogilag azért nincs, mert azok az összeférhetetlenségi szabályok, amik korábban működtek Magyarországon, hogy állami vezetőnek a családtagjai nem kaphattak volna régen ilyen megbízást. Most már kaphatnak, mert ez a törvény megváltozott. Tehát ilyen értelemben a Fidesz szabály szerint nincs. Egyébként morálisan meg óriási baj van vele szerintem. Hát ilyet azért nem nagyon látunk, hogy valaki mondjuk a saját maga támogatási szerződését írja alá. Mert uram, bocsánat, még most ilyen is lehet. Tehát a mostani szabályok szerint az Európai Uniós pályázatoknál akár az is előfordulhat, hogy mondjuk valaki minisztérium vezető, vagy olyan pozícióban levő ember a saját cégének a pályázatát két oldalon írja alá. Ő igényli, meg ő is hagyja jóvá. De nyilván akik belemennek egy ilyenbe, ők azt mérlegelik, hogy ebben nem csak jogilag nincsen rizikó, hanem most már morálisan hát, is. Ugye, annyi ilyen van, hogy egyszerűen arra számítanak, hogy most miért pont ez lenne a probléma. Azért egy dologba tévednek, mert a néhány milliós történeteket, mondjuk egy 6 milliós bontást, amiről itt hallunk egy épületnél, azt az emberek fölfogják. A milliárdot nem. Tehát az, hogy 1000 millió, az nem tudnak mit kezdeni. De az, hogy valaki ellop 6 milliót, vagy 5 milliót, azzal tudnak, vagy mondjuk a most legutóbb jó a kis szösszenet a 334 ezer forint per méter áron épített pápai kastélykerítést. Tehát még egyszer mondom, ez egy kerítés, téglából, 50 ezer per darab a téglára. Tehát úgy jön ki az ára. Milyen tégla az? Én nem tudom. De véletlenül lesz is egy helyi fideszes önkormányzati képviselő nyerte. Tehát most azért mondom, hogy az ilyen ügyek nyilván annyi van, tehát ezzel lehetne ha csak a sajtó más nem írna, akkor is megtöltenék újságokat. De ez nem azt jelenti, hogy ezen nem lehet változtatni. Na most még egy dolog, azért ez a hölgy az érintve voltam egy másik ügybe is, amivel nem rúgták ki annak idején, mikor a minisztérium eltősdézett 400 milliót. Ez a hölgy egy broker cégtől jött, és a TIGA, a Tartalék Gazdálkodási Intézet oda fektette be a pénzét, amit elbukott. Tehát most azért ez már nem az első eset, az viszont nyomozás alatt van az a történet, már ott tettünk feljelentést, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Ott helyben emiatt, akik ezeket a viszonyokat belülről, közelről ismerik, zúgolódnak? Emiatt kevésbé, mert ez nem akkora baj. De az a Hortobágyi Nemzeti Park kapcsán azon zúgolódnak, hogy rengeteg embernek a megélhetését vették el azért, hogy fideszes barátok kapjanak legelőket. Tehát ez az ugye nagyobb durvaság, hogy Londonból akar legeltetni egy műkörmös meg egy fodrász. Mert ez tény. Tehát ők kezükben van a bér. Hát biztos, hát a pénzt megkapják az uniós támogatást. Hozzáteszem, a legelőn egy darab állat nincs, tehát ez teljesen nyilvánvaló. De azt írta nekem a fazekas a levélbe, a válaszba, hogy hát nem vizsgálják azt, hogy ki hol tartózkodik. Azért ez a mi szakmánkban elég problémás, mert itt nem lehet távirányítással dolgozni, de azért az is furcsa, hogy egy informatikus nyertbontási munkát, nincsen vizuális téglapucolás. Tehát maradjunk annyiba, hogy azt ott a fizikailag a helyszínen kell csinálni. Jó, lépjünk vissza kettőt, hogy igen, mindenki tudja követni. Tehát ugye az állami földekre először haszonbérletre írta ki pályázatot, utána meg, amikor ezt, hát sokak például Ágyán József szerint sikerült a megfelelő körökhöz átvinni, akkor már eladásra kínálták őket. Viszont a bérlők meg ott vannak. Hogyne, hát ugye a dolog az úgy indult, hogy bérbe adták, amit rettentő módon kifogásoltunk, amilyen technikával bérbe adták, hogy nem azok kapták, akik erre alkalmasak, hanem arra, akinek a pontjait úgy igazították, hogy megnyeresse. Majd miután nem akartak ellenőrizni a vállalásokat, mert ott volt egy vállalásrendszer, utána meg azt mondták, hogy adjuk el nekik elővásárlási joggal. Most egy a baj,
hogy akkor a Magosz elhíresztelte, hogy majd olyan törvényeket hoznak, hogy a korábbi bérleti jogviszonyokat föl lehet bontani. Csak azért ennyire még nem diktatúra Magyarország. Tehát azért ebben még a bíróságok beleszólnak, meg a alkotmánybíróság is bizonyos ügyekbe beleszólt. 39 éves bérleti jogviszonnyal terhelt földet vetettek meg a barátokkal. Például ez a legextrémebb, de 10 év, 15 év, 20 év sok volt ilyen. Na most az a baj, hogy őket azzal hülyítették, hogyha fölbonthatják, akkor nyilván ők viszik a teljes hasznát annak a földnek. Tehát a uniós támogatást, a termelés hasznát, minden. Mert most így ez a bérlőnél marad. Ez a bérlőnél marad. És a tulajdonos csak a bérleti díjat kapja. Na most meg. A bérleti díj, a Magyarországon kialakult bérleti díj, meg nem fedezi a 20 éves törlesztésnek a volumenét, mert nincs olyan magas. És ugye ha a bíróság úgy ítéli meg, hogy a helybe kialakult bérleti díjnak megfelel a korábbi bérleti díj, akkor nem fogja megemelni se. Ugye a bérlő akkor juthatna csak birtokba, vagy az új tulajdonos, bocsánat, akkor használhatná a földet, hogyha a bíróság megítéli a magasabb bérleti díjat, a használó meg azt mondja, hogy köszöni, de ez már neki nem jó, és akkor visszaadja a földet. Na de ilyenre még nem volt példa. Na jó, de próbálkozás van, mert lehetett olvasni, például a HVG írta meg, hogy hektáronkénti 30 ezeres bérleti díjat fel akarták 110 ezerre emelni. Hát igen, csak ugye 100 ezer forintot adnak egy olyan bérlet, vagy földérbérbe, vagy fizetnek, ahol mondjuk rajta egy lineár öntöző. Na de ez nem a tipikus. Én úgy gondolom, az 50-60 ezer forint, tehát az uniós támogatás környéki bérleti díjak vannak. Én hoznék is egy szabályt, sőt adtam is be ilyen módosítás, hogy ne is lehessen magasabb, mert nem az a célja az Európai Uniónak, hogy a bérlő vigye el az unió szubvenciót, hanem olcsóbb legyen a kaja. De hogyha elviszi a bérlő, attól nem lesz olcsóbb a kaja, mert az beleépül a termelési költségbe. De most az elején, remélem a nézőink tudok még minket követni, az elején azzal kezdte, hogy a bérlők is most leegyszerűsítve csókosok. Hát na, akkor itt most a csókos tulajdonosi kör, a csókos bérlői egy része, körrel egy része került csókos, ellentérben? Egy része nem. Tehát ugye az extrém eset, mikor két fideszes megy perre egymással. De ilyen van egyébként? Van. Hát több ezer perből nyilván jó néhány ilyen is van. Hát így vesznek össze ugye a barátok a koncon, mert ez azért elég problémás. Az mennyire gyakori, hogy máshogy próbálják a bérlőket kiebrudalni? Például olvastam olyat, hogy mondjuk nem megfelelően használja a földet, akkor azt fényképezik, hogy mennyire gyomos a terület. Ugye, hát én ilyen fényképet ezret csináltam fiktív bérlőkről, de ennek előbb a minisztérium se vetette vissza a földet. Tehát nagyon nehéz ezt bebizonyítani. Ugye a helyes mezőgazdasági gyakorlat, amit az Európai Unió előír a támogatásokért, az egy elég laza dolog. Na most nincs olyan őrült, aki legalább annyit meg ne csinálna. Tehát ez nem azt jelenti, hogy termel is, de legalább tisztán tartja nagyjából. Na most az, hogy egy pillanatnyi állapotában valaki talál gyomot egy területen, az meg nem azt jelenti, hogy attól még a használó nem normálisan használja. Már hát azért vannak a mezőgazdasági folyamatok. Jó, de akkor ha ez a rendszer így nem működik, és bérleti szerződést nem fognak tudni, akkor az új tulajdonos fogja kigazdálkodni. Hát legfeljebb visszafizeti a hitelt, azt mondja, akkor visszaadja a földet. De egyébként itt három kategória van azért, hogy mindenki lássa. Van egyszer a pénzmosással megszerzett föld, amit szerintem cigarettacsempészek, meg kábítószer forgalmazók adnak 3 millió forintot egy hektár szabolcsi 3 aranykoronás földért. Azt ugye nem lehet vizsgálni, mert nincs vagyonosulási vizsgálat. Na most azt majd el kell venni. Tehát az nem kell foglalni, azt el kell venni. Aki tisztességesen jutott hozzá, mondjuk készpénzre, azt meg kell nézni, hogy mit csinál vele, van-e a térségben munka, ez pont a programunknak az alapvető része, hogy egy terület hogyan használ, hogyan segíti egy térségnek a boldogulását, mint hogy segítette régen, és most újra vissza kell hozni. És a harmadik kategória ez a bérlő dolog. Itt meg marha egyszerű, az állam azt mondja, hogy akkor mégis megszünteti ezt a eladási jogviszonyt, mert ez benne van a szerződésben, hogy 20 évig elállhat. Tehát megnyugodhat mindenki, a kormányváltás lesz, akkor rend lesz, de addig viszont sokan ráfizetnek. Mekkora biznisz szőlőt venni? Szőlőt? Hát ilyen lerobbant szőlőt, ha van rá újra telepítési jog, azért biznisz, mert abban például azért nagyon komoly vagyont lehet beépíteni. A hír az volt, hogy Lázár János például a legújabb vagyonnyilatkozatából kiderült, hogy szőlőt vett. Ugye, amikor valakinek sok pénz van, akkor mindent vesz. Tehát teljesen mindegy, hogy a szőlő, vagy nem szőlő. Nyilván valamilyen megéri. Hát vagy pedig tudja, hogy az a terület milyen fejlesztési programokba fog majd részesülni a következő két évben. Ez a tipikus? Nem tipikus, de aki közel van a tűzhöz, az ilyet tudhat. Mondjuk a Lázár elég közel van a Tűzszoda fejlesztési programokat illetően. De hát pontosan ez az, mint hogyha valaki előre tudná a lottószámokat. Tehát azért így azért könnyű boldogulni. Jó, ez mondjuk bármilyen színezetű, akkor menj, azért ez mindig. Mindig van. Hogyne. Hát ezt megúszni nem lehet, csak ugye aki nem tudja, hogy a koporsó mögött nincs utánfutó, az lehet, hogy kicsit visszafogottabban nyúl ezekhez a dolgokhoz, aki meg úgy gondolja, hogy hát jó lesz az majd az én dédunokámnak.
és nincs vége a vagyongyarapításnak, az egy más világ. Az a világ, ami most látunk. Hát én nem tudom, én biztos, hogy nem ennek lennék a része, meg nem is voltam soha. Ebből, amit így röviden elmondott, hogy az MSZP választási programjában az agráriumban mik a nagyon fő, komoly programot írtunk. Irányok? Hát a fő irány az, hogy vissza kellene terelni a falut abba a polgárosodásba, amiből kivettük 90-be. Sajnos 90-ben, nem mostanában, 90-ben. Akkor szűnt meg az a szövetkezeti rendszer, amit most újra kell építeni, nem kolhoz típusú, meg nem szocialista típusú, de ha nem értik meg a vidéki emberek, hogy szövetkezéssel lehet újabb beruházásokat, meg újabb fejlesztéseket generálni vidéken, és hát a másik, hogy nem valószínű, hogy Paksot kellene favorizálni, hanem úgy a napelemet a termelőink, a parasztjainknak a háztetejére, meg az istálló tetejére. Ez egy újabb jövedelemszerzési lehetőség. Na most ilyeneket írtunk mi le a hány év programba. Mire, ha minden politikai támogatást megkapnának egy ilyen programhoz? 10. Ez azt jelenti, hogy a faluknak a kétharmada még megmenthető lenne. Egyharmada már nem. 10 éven belül. Hát úgy tűnik, hogy az nem halna ki 50-re mondjuk, 2050-re, hogyha ezt elindítanánk mondjuk jövőre a választ, vagy az idén a választás után. Hát nem, erre nem lehet gyorsan. Erre nem lehet mondani igen, hogy egy rövid távú haszonállított nem. Politika. Sok mindent lehet rövid távon, föltörvényt, egyebet, ami segíthet gyorsabban is, de mire visszaterelődik a polgárosodás abba az irányba, hogy ott tényleg érdemes legyen, meg lehetséges legyen élni, annak hosszabb idő kell. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.